Osztok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban megnézzük az internet elvileg legparább videóját. Rengeteg youtuber kollega már megnézte ezt a videót, szóval mindenkitől elnézést, aki esetleg már látta, viszont annyian írtatok nekem Instagramon, meg mindenhol, hogy én is nézzem meg ezt a videót, hogy megnézzük. Ez a videó olyasfajta backroomokról szól, amik hát magyarul azt jelenti, hogy hátsó szoba. Ennyit tudok. Na de nem húzom tovább a szót, Kénypixelnek a videóját fogjuk megnézni. Szeptember 23.1996. Akkor készült a videó? 16 millió megtekintés van rajta. Ójjaj. Sound. Camera. Rolling. Alright. Az ami filmforgatás akar lenni? Hello? Mi történik? Igen, ez a gondolom van filmforgatás. That was good. That was good, guys. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Felveszik még egyszer. Egy szélesebb szögből. Opa. Opa, megborultunk. Ó. Ó, backrooms. Szóval ez lenne a backroom? Egy rövid film Kane Persons-tól. Oké, akkor ez nem egy valós felvétel. Szóval megigazítom. Igen, azok a tányérok. Mindegy, nem látjátok úgyse. Hey guys! Halló? Igen, most kérdez, hogy van-e itt valaki, de hogy került ide? Úristen, de kiakasztó. Nagyon rossz atmoszférája van a videónak. Ilyen sárgás. VHS-es. Hello? Ez a leg... Is someone there? Ott volt valaki. Ez a legrosszabb. Ott bizony volt valaki. Ajaj. Az mi? Oho. Júj. Nem kell oda bezoomolni, ha hülye vagy. Jumpscare, gyere. Nem volt jumpscare. Amúgy nem tudom a pontos sztoriát, itt mit csinálnak egy ilyen backroomba, vagy miért van ez itt? Nem kéne oda felmenni, vagy rosszul gondolom? Na de. Végülis egy olyan helyen, amit nem ismersz, ott fel kell menni egy létrán. Ami csak úgy ott van. Ezek már ilyen zöldesebb. Szoba. Majd mi megyünk ilyen lassan, ez annyira nem tetszik nekem. Can anybody hear me? Hall engem valaki? Hello. Damn it. Nem hallja senki. What? Ott van valaki. Ott. Nézzétek. Figyeljétek. Van valaki? Ó, jaj. Ez nem jó. Nincs egyedül. Nagyon nem vagy egyedül, kis pajtás. És ugye nem arra fog menni, amerre volt. Aj. És fog itt valami történni, vagy csak sétálgatunk a sárga szobákba? Ott egy nyíl. Arra kell menni. Ajaj, ez csapda. Ez csapda, főnök. Az mi? What the hell? Mi van odaírva? Don't... Nem tudom elolvasni. Don't move, stay. Mi a fo... Azt a tebe szartam. Ez mi az? És ez jön utána! Úristen, de kirázott a hideg! Ez mi? És jön utána, végig. Oké, most már távolabbról hallani. Az mi volt? Ilyen vékonynak tűnt.
Futás van, futás van. Mi ez egy tükörszoba? Ez mi? Menjél! Azt a rohadt! Leugrott. Beugrott a lyukba. Ójjaj. Ez akkor úgy tűnik, mintha egy ilyen végtelen labirintus lenne, hogy csak mész, de nem lyukadsz ki sehol. És minél beljebb mész, annál kevesebb esély van arra, hogy tényleg kitalálsz. Szerintem. Mi történik? Ugye nem fog megint valami az arcomba ugrani? Ó. Valaki szórakozik a lámpával. Ez amúgy picit nyugtató környezet, mint a sárga szobák, nem? Szép, fehér. Asztal. Mondom, ez ilyen végtelen izé. Közben... Mik ezek a hangok? Valami még van itt. Ez mintha már egy ilyen labor lenne, vagy nem tudom. Labor, mindegy, inkább nem beszélek. De... This isn't real. Most azon ütötti magát a csávó, hogy ez nem lehet valós. Nagyon sok szoba van. Mintha itt valamit csinálnának valakikkel. Arra utal, nem? Ez a rengeteg szoba. Keep clear, fire exit. Aha, szóval ez a vészkiárat. És ez most hova vezet ez az út? Tetőre? Vagy ez valami kiárat? Vagy ez mi? Júj! Vissza a... Na jó! Vissza a sárga szobákba! És kezdődik minden előről. Erről beszélek, ez egy ilyen végtelen, itt nem tudsz kijutni. Ez egy végtelen labirintus. Remélem a végén lesz még valami jumpscare, ami az arcomba ugrik. Hogy kerül ide bárki? Tehát... Csavó random elesett. Miért fordulsz meg ilyen lassan? Mi a hosszú ez a videó? Mindjárt vége. Ez nem tetszik nekem. Osztó! Mi ez a hang? Anyád! Ott van! Mi a szar ez? Ez nagyon vékony valami. Hát ott le kell csúszni. Csúszi! Na jó van! Nem! Tehát nem. Én ezt nem vagyok hajlandó. Mi történik? Emberek, életemben nem szartam még be ennyire. És most visszakerült. Ennyi. Tehát lezuhant és visszakerült. Annyira levertem a fejhallgatómat, hogy a jobb oldala nem szól. Van itt még egy videó, ugyanaz a csávó rakta fel, hogy Backroom Missing Persons. Eltűnt emberek. És itt vannak. 1990-től nagyon megemelkedett az eltűnt emberek száma.
Ó. És megint itt egy backroom. What? Ó. Bemennek. Ó, visszajött a hangja a jobb oldalinak. Nagyon jó. Ez külön kutatók? Vagy ez mi? Miért jöttek ide be? Meg ezt az egész backroomot, ezt ki csinált? Mi ez? Ugye nem fogok még egyszer megijedni. Tehát két szívrohamot már hordozok magammal. Ó. Oh. Ó, oh, ott mi az? Ott van valami. Az mi? Nagyon homályos, hogy pixeles a kép. Az ott valaki. Ó. Oh. Valaki itt fekszik. Ül. Valami csúnyaságot csináltak vele. Tiszta vér a fal. Könyörgöm, ne jegyek meg még egyszer. Majdnem. Na tehát amit, tehát itt a backroomokba, ha jól értelmezem, tehát azt nem tudom, hogy ide hogy érkeznek az emberek, de hogy aki ide jön, az nagyrészt meghal. Tehát itt eltűnnek az emberek. Az előző az, hogy jutott ki? Húha, itt most angol fordítóval beraktam magyar fordításra egy ilyen backroom-os jelentést, hogy mit jelent. Ha nem vagy óvatos, és véletlenül kiteleportálsz a valóságból nem megfelelő területekre, akkor a hátsó szobákban kötsz ki ezek a backroom-ok. Itt nem más, mint a régi nedves szőnyeg bűze, a monosárga őrület, a fluoreszkáló lámpák végtelen háttérzaja maximális zümmögés mellett és körülbelül 800 millió négyzetmérföldnyi véletlenszerűen összekapcsolt üres szoba, ahol csapdálva esel. Isten mentsen meg, ha valami bolyongást hallasz, mert ekkor már tudja, hogy ott vagy. Ó. Tehát ide teleportálni tudnak az emberek, viszont ez nem a valóság. És jól mondom, egy ilyen végtelen labirintus. Ó, kezdem érteni. Biztos mindenki álmába volt már egy ilyen szoba, egy ilyen rémálom, ahol egy végtelen szobába köttök ki. Na, hát én ennyit tudok erről, hogyha nektek van bármiféle több információtok, akkor ezt osszátok meg kommentbe, hogyha esetleg többet tudtok erről, mint én. Következő videóban pedig találkozunk, addig is jók lehetek, sziasztok!